A sok éves hagyományához híven a Neumann János Egyetem idén is megrendezte a tudományos diákköri konferenciát, azonban ebben az évben nem véletlenül NJE TDK az esemény neve. Ennek egyszerű az oka. A korábbi években Kari TDK-nak neveztük, viszont idén először az egyetem három kara, a kertészeti és vidékfejlesztési kar, a gazdaságtudományi kar, illetve a GANF műszaki és informatikai kar együtt tartja, együtt rendezte meg a TDK konferenciát. A programot az egyetem kampusz épületében tartották meg, ahol először dr. Kárpáti József, a gazdaságtudományi kar dékánja foglalta össze a TDK lényegét. Ha körbenézünk és megnézzük a hallgatói létszámot, akkor láthatjuk, hogy a stratégiai céljainkat nagyon szépen elértük, sőt, itt még nem is állunk meg, hanem építkezünk tovább. És ezzel együtt, amikor már egy ekkora létszám elér egy kritikus tömeget, akkor elkezdhetünk azzal foglalkozni, hogy minél inkább a felszínre hozzuk a tehetséges hallgatóinkból a képességeiket, a tudásukat. A GANF műszaki és informatikai kar nevében dr. Béres Gábor tudományos dékán helyettes bíztatta a résztvevőket, elmondta, mindenki hosszú munkafolyamaton van túl, így a mai napon ezt is meg kell ünnepelni. A köszöntőket követően dr. Viharos Zsolt János, a GTK tudományos dékán helyettesen mutatta be, mi az a TDK és miért hasznos belevágni az elmélyült munkába. A TDK konferencián résztvevő hallgatók már nyertesként tekinthetnek magukra, a helyezettek pedig az önéletrajzukba is beleírhatják eredményüket. A legjobbak meghívást kapnak az országos TDK-ra, amit legközelebb 2025-ben rendeznek meg.